A vírushelyzet okozta online oktatást követően a Trefort Ágoston szakgimnázium és szakközépiskolában is a megszokott rendben kezdődött az idei tanév. A szakképzési törvény módosítása az intézmény életébe is hozott változásokat. A tanévet 191 tanulói létszámmal indítottuk, 21 fő oktató dolgozik az iskolában. 9. évfolyamon 3 osztályt sikerült beiskolázni. Jelenleg a tanulók nem szakmai képzésben vesznek részt, hanem ágazati oktatásban. 4 ágazati oktatásban képezzük a tanulókat, ezek bányászat és kohászat, gépészet, kereskedelem és turizmus vendéglátás. Az intézmény elkötelezett az iránt, hogy a náluk tanuló diákoknak korszerű és versenyképes tudást biztosítsanak, továbbá a szakma megszerettetése mellett az általános műveltséget is megalapozzák. Az idejáró tanulók a 9. évfolyam végén fognak ágazati vizsgát tenni, és az sikeres ágazati vizsga letétele után fognak az ágazaton belül szakmát választani, ami azt jelenti, hogy a turizmus vendéglátás ágazatban tanulók majd a pincér, vendégtéri szakember és a szakács szakmák közül választhatnak, a kereskedelem ágazatban tanulóknak a kereskedelmi értékesítő szakmát tudjuk majd ajánlani, a gépészet és bányászat és kohászat ágazatokban pedig az öntvénykészítő és a szerszám és készülékgyártó szakmák oktatása fog folyni a 10.-11. évfolyamon. Az intézmény legfontosabb célja, hogy a kikerülő diákok a gyakorlatban is hasznosíthassák a megszerzett tudásukat. Az iskolában jelenleg is folyik az előző évben végzett tanulók felmérése, arra vonatkozóan, hogy kinek hol sikerült elhelyezkednie a szakmájában.